Az elmúlt évekhez hasonlóan egy nemzetközi utánpótlás tornával vezeti fel a szezont a nyíregyházi kosársuli. A tini, a serdülő és a kadett korosztályban összesen 15 csapat lép majd pályára. A hazai élmezőnyt képviselő Pécs és Beac mellett az Euroligában szereplő kassai csapat, valamint a romániai Nagyvárad képviselői is ott lesznek a mezőnyben. A szervezők évről évre igyekeznek emelni a torna színvonalán. Bízunk benne, hogy azzal, hogy ezt rendszeressé tesszük, és valóban a torna színvonala esetleg olyan lesz, amilyet mi szeretnénk, ezzel felkeltjük az érdeklődést, és a jövő évi versenynaptárak tervezésénél már a klubok ezzel számítani fognak, és megpróbálják úgy beütemezni a felkészülési időszakokat, hogy ezek a tornák beleférjenek. A cél az, hogy ez nyilván minden évben rangosabb és előrébb legyen, mint ami az korábbi évben volt. Így van ez az idén is 33 mérkőzéssel, a tavalyi 22-vel szemben azért már mondhatjuk azt, hogy 30%-os emelkedés történt, és a résztvevők számában is, és a résztvevők minőségében is történt előrelépés. A torna névadójának képviselője szerint fontos, hogy a fiatalok közül minél többen sportoljanak. Gyakorlatilag a társadalmi szerepvállásunk egyik része a fiatalok a jövő nemzedékével való törődés. Ez jelen esetben az egészséggel is párosul, hiszen fiatalok sportolnak, és így egy egészségesebb generáció nőhet fel a régióban. A torna mérkőzéseit a Szent Imre Gimnázium és az Ötvös Gyakorló Csarnokában játsszák majd a csapatok. A program csütörtök este 2 mérkőzéssel indul, a pénteki program délelőtt 11 órakor kezdődik, az eredményhirdetés vasárnap délután 16 órakor lesz. Az NKS felnőtt csapat a csütörtök este és vasárnap délután felkészülési meccset játszik a Szolnok együttesével.